Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. A mai alkalommal nem is tudom, hogy hogy kezdjek hozzá, amit szeretnék nektek továbbadni. És tudom azt is, hogy az ige hirdetésekben nem jó belevinni a napi politikát, azonban mivel én a mai alkalommal az idők jeleiről szeretnék nektek néhány adalékot adni, ami a mostani, az elmúlt néhány hónapban történt, ezért muszáj, hogy bizonyos szintig érintsem ezt a kérdést. Az alapigénk Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében található meg, és ennek is csak egy részét szeretném idézni. Jelenések könyve 3. fejezet 20. vers. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ami miatt a mai alkalommal arra azt gondoltam, hogy az idők jelei, aktuális jelei volna a téma, az, hogy az, mert két olyan hír volt az elmúlt héten, amely, hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem fölzaklatott, és szerettem volna, hogy továbbadni azt az érzést, és azokat a gondolatokat, amelyek rámutatnak arra, hogy a háttérben mi van. Holló Péter fölvett arra a levelező listára, amelyben küld olyan leveleket, amelyek akár a vallásszabadsággal, akár más témával kapcsolatosak, és ezek közül válogattam ki néhányat. Szeretném ezeket nem felolvasni, hiszen egy jó néhány milliméter vastag ez a papírköteg, amit hoztam, de legalább néhányra fölhívni a figyelmeteket. Bizonyára fölfigyeltetek arra, ami az elsőnek a címe is, hogy vasárnap bezárnak a boltok. Úgy tűnik, hogy a KDNP újból fölmelegíti ezt a kérdést, és előveszi, és azt mondja, hogy jövő év március 1-től a hét utolsó, már akinek, munkaszüneti napján nem tarthatnak nyitva bevásárlóközpontok és a 404 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletek. Gyakorlatilag itt egész sor üzletnek be kell zárni a vasárnap, és hogyha a 400 négyzetmétert visszaosztjuk, ugye már tanulják egyesek lassan a gyökvonást, akkor az 20 négyzetméterre jön ki, tehát 20x20-as terület, amit nagyon könnyen el lehet érni. Ez a terem körülbelül 100 négyzetméter is, egy nagyobb bolt körülbelül ekkora vagy ennél nagyobb, tehát azokra mind számíthatunk, hogy be lesznek zárva. Azt szeretnék ezzel elérni, ami a szemünk előtt van és szemünk elé helyeznek, hogy vasárnap legyen pihenőnap. A hét utolsó napján is dolgozók érdekét szem előtt tartó javaslat, kizárólag vasárnap és a munkaszüneti napokon tiltja meg az üzletek nyitva tartását, a többi napon, így például szombaton is időbeli korlátok közé szorítva, tehát valószínű, hogy a Tesco sem lesz nyitva éjjel-nappal, hanem csak nappal. És az önkormányzat döntene arról, hogy kisebb üzletek hogyan lennének nyitva, vagy hogyan nem. Ez a törvény, vagy ez a gondolat erősíti azt, amifelé a Jelenések könyve 13. fejezetében leírtak, mutatnak. A következő, amit találtam, és szeretnék továbbadni nektek, hogy a magyar kormány érzi azt, hogy az egyházügyi törvény az nem jó, és gesztusként szeretne Amerikának eleget tenni azzal, hogy új törvényt készít el. Ez a törvény nem tudom, hogy milyen lesz, de amiatt kell teljesen újat készíteni, hogy a régit, amit már többször módosítottak, az tovább toldozni, fordozni nem lehet.
Szeretnék egy-két mondatot felolvasni. Strasbourghoz több kisegyház fordult panasszal azért, mert az egyházügyi törvény elvette korábbi, a mai fogalmak szerint bevett egyházi státuszukat, és ezzel sérült a gyülekezési és egyesülési szabadságuk. Strasbourg kimondta azt is, hogy a panaszosoknak kártérítés jár, de ennek mértékéről az érintett egyházaknak és a kormánynak kell megegyezniük 6 hónapos határidővel. Én nem tudom, és nem tudom földolgozni azt a tényt, hogy amikor az egyházügyi törvény kibontakozóval volt, és be is vezették, akkor mindössze 7 beadvány készült el, és jelent meg az Alkotmánybíróságnál. Én úgy gondolom, hogy sokkal több egyház volt az, akit ez sújtott, és sokkal több közösség volt, akit ez bántott, hogy ilyen helyzetbe kerülnek. Ráadásul a kollektív bűnösség elvén, hogy mindegyik kis egyház, bizniszegyház, kivéve azokat, akik egyenlők közt egyenlőbbek voltak, és azok nem voltak azok. És szeretném itt megjegyezni, hogy kártérítést fognak kapni a kisegyházak, de csak azok, akik perrel és igénnyel fordultak a Strasbourghoz, hogy ez így nem jó. Azt tudom, hogy a kerak nem fog kapni. Nem nyújtott be semmi hasonló dolgot. Hogy miért, azt nem tudom. Én úgy gondolom, hogy az igazságért föl kell szólalni. Másrészt, hogyha adnának támogatást, kártérítést, nem biztos, hogy élni kellene vele, de a hangunknak én úgy gondolom, hogy hallatszani kellene. Jellemző mondat. Trócsányi László, aki, ha jól tudom, az igazságügyi miniszter, a vs.hu-nak elmondta, a 2 munkatársát Németországba küldte, hogy tanulmányozzák az ottani egyházügyi törvényt. Én ezt fölösleges kiadásnak tartom abból a szempontból, hogy bármelyik törvényt le lehet tölteni, akár itthon is el lehet olvasni. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Az, hogy hogyan változik a vezető keresztény egyház, azzal kapcsolatban 2 hír is volt. Ezeket nem bántásként, inkább tényként szeretném felolvasni. Az első itt található. Talán onnan is el tudjátok olvasni, hogy Vatikán befogadó a melegek iránt. Én nem tudom, hogy hogyan gondolják ezt, és a fiatalokkal beszélgettünk arról, hogy akinek legjobban kellene védeni azt, hogy ami tehát a Bibliában le van írva, és hogy melyek azok a megnyilvánulások, amit erősíteni kellene, és melyeket visszaszorítani. Itt úgy tűnik, hogy ez a közösség másképpen gondolkozik. Isten házának ajtaját szélesre kell tárni, és mindenki számára kell benne helynek lennie, idézték a püspökök Ferenc pápa szavait. A résztvevők arra hívták fel a figyelmet, hogy az együttélés minden formájában a pozitívumot keressék, tehát ne azt, hogy mi az, ami szétválasztja őket, és mi az, ami esetleg távol tartja, hanem hogy mi az, ami összeköti. A püspökök felszólították a papokat, hogy forduljanak nagyobb engedékenységgel azon hívek felé, akik eltérnek a katolikus ideáltól. A közvélemény szerint bátor lelkészi döntésre van szükség ahhoz, hogy reflektálni tudjanak a tradicionális családmodellen kívüli kapcsolatok sokszínűségére. Értettük ezt a mondatot? Tehát, ha jól vettem észre, sok esetben a mondatok olyanok, amelyeket lehet így is érteni, lehet úgy is érteni, lehet egyszerre azonnal nem érteni. Tehát figyeljük meg most inkább a nyelvezetét ennek a mondatnak. A közvélemény szerint bátor lelkészi döntésre van szükség ahhoz, hogy reflektálni tudjanak a tradicionális családmodellen kívüli kapcsolatok sokszínűségére.
Talán így másodszorra már világosabb, hogy mi ennek a mondatnak az értelme. Azt kérték a papoktól, hogy tanúsítsanak elfogadóbb hozzáállást a melegek iránt, akik ugyanúgy értékesenek a keresztény közösségek számára, és az is elhangzott, hogy az elvált és újranősült katolikusok iránt tartózkodjanak bármi olyan megjegyzéstől vagy viselkedéstől, ami miatt diszkriminálva érezhetnék magukat. A püspökök kihangsúlyozták azt, hogy tisztelettel kell lenni azokra is, akik az egyház életében a hagyományoktól eltérően akarnak részt venni, és nem az eltérésekre kell figyelni, hanem a pozitív értékekre. Valószínűnek tartom, és inkább azt látom, hogy amiről a Biblia beszél, sok mindent szeretne magába ötvözni ez a közösség, ez az egyház, és szeretné azt, hogy ezen belül, mivel magába fogadja ezeket a kérdőjeles rétegeket is, hogy vezetőjük lehessen. A következő az hír az, hogy a pápa részt fog venni az Európai Parlament egyik ülésén. Itt is érdemes megfigyelni a megfogalmazást, hogy nem úgy van, hogy elmegy és beszédet tart, hanem felolvasom inkább. Erős jel, így kommentálta Reinhard Marx bíboros, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának elnöke a hírt, hogy Ferenc pápa elfogadja a meghívást Strasbourgba és ellátogat az Európai Parlamentbe. November 25-én kerül sor a látogatása, és a pápa beszéddel fordul a parlamenti ülés tagjaihoz. A döntés, hogy a pápa egy európai ország meglátogatása előtt az EU parlamentet választotta, azt mutatja, hogy a pápa támogatja és bátorítja az integrációs folyamat és Európa egységesítésének folytatását, nyilatkozta a bíboros. Hát azt hiszem, hogy ehhez különösképpen nem kell hozzátenni semmit sem. Látjuk ezt az integrációs folyamatot, hogy mindenkit megkeres. És azokat is megkeresi, akik úgy gondolják, hogy nem egészen úgy zajlott le a világ létrejötte, mint ahogy az a Bibliában le van írva. Korábban is volt már szó arról, és az egyik katolikus vezető, pontosabban pápa, kijelentette azt, hogy az evolúció nem mond ellent a teremtés tanának, itt pedig már Ferenc pápa egyértelműen kimondja azt, hogy van evolúció. Hát szokták mondani azt, hogy kicsapja a biztosítékot, mikor azt látják, hogy egy keresztény és egy vezető keresztény egyházban mik történnek és mit mondanak. Én ezt nem bírálni akarom, inkább csak felolvasom azokat a részleteket, amelyek számomra fontosak voltak, és hát mondjuk nem az, hogy érdekesek, de mondanak valamit. Az evolúció és ősrobbanás elméletei valósak, és Isten nem egy varázsló varázspálcával, jelentette ki Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián. A szakértők szerint ezzel vége az áltudományos kreacionizmusnak és az intelligens tervezésnek, amelyet még elődje 16. Benedek is támogatott. Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt. Fogalmazott. Az evolúció ugyanezt mondja, valami kellett, ami később fejlődhetett. És még egy, többször emlegettem már nektek, és talán könyökötön jött ki termodinamika második főtétele, amit én nem tudom, hogy a pápa valószínűleg elfelejtett, mert a cikknek a végén azt találjuk, hogy a pápának vegyésztechnikusi diplomája van. Ezzel viszont szorosan együtt jár az, hogy ezeket a folyamatokat kívülről kell, hogy tudja, és ezeket a termodinamikai jelenségeket pedig a mindennapi életben, a labor körülmények között pedig tudnia kell alkalmazni.
Tehát ezért nem értem azt, hogy ez miért és hogyan jön össze a kettő. Ugyanis a kettő teljes mértékben kizárása egyik a másiknak. Tudjuk azt, vagy legalábbis hallottunk talán róla, hogy a régebbi katolikus vezetésnek az volt a célja, hogy Lengyelországot és Magyarországot mintaállamnak állítsa be, akár az Európai Uniónak a többi országa elé, akár az egész világ elé, hogy hogyan, tehát milyen modell az, amit jó lenne megvalósítani. A következő cikknek ez a címe, hogy ne hódoljon be az állam az egyháznak. A lengyel katolikus, lengyel tudósok, akik a Tudományos Akadémiának a tagjai, emelték fel a hangjukat azért, hogy amit az egyház kér, azt minden további nélkül és minden mérlegelés nélkül az állam kiszolgálja. Az egyházak is egy nyilatkozatot adtak ki, amit minden lengyel állampolgár aláírhat. Az egyháznak, mint minden legálisan működő szervezetnek teljes mértékben joga van kifejeznie saját nézeteit különböző kérdésekben, különösen a morálisakban, illetve tevékenykednie azért, hogy életben léptessék saját követeléseiket. De mindezt a kötelező jog keretein belül. Ebből ugyanakkor nem következik, hogy az adott követeléseket, mindegyiket és mindig a közhatalomnak el kell fogadnia és végre kell hajtania. Ez az álláspontja számos és egyre növekvő számú lengyelnek. Ez elégséges jel az államhatalomnak arra, hogy szigorúan tartsák be az állam világnézeti semlegességének alapelvét, amelyet a lengyel köztársaság alkotmánya garantál. Tehát én úgy vettem észre ebből, és a cikknek a többi részéből is ez derül ki, hogy az a semlegesség, ami tulajdonképpen a magyar alaptörvényben is benne van, az sérül. Ha jól elolvassuk az alaptörvényt, akkor én legalábbis nekem az a véleményem, hogy nincs vallásszabadság, még névleg talán van, de ha a törvényeket jól, tehát az alaptörvényt megnézzük, pontról pontra egyértelmű, hogy a vallásszabadság bezárult és vége. Előfordul, hogy az állami jellegű ünnepségeknek mindenek előtt vallási jellege van. És a közhatalom természetes házigazdaként fellépő egyházi hierarchia mellett csak szerepel csak. Ez az állam degradálásához és presztízsének csökkenéséhez vezet, nem csupán országos, de nemzetközi szinten is, írják a professzorok. És nem akarok belőle túl sok részt olvasni, de ez is, a továbbiakban is az erősödik meg, hogy az államnak nem kellene annyira alázatosnak lennie, meg kellene, hogy találják a helyüket az állami vezetők. Ha elmennek különböző vallási rendezvényekre, akkor mint magánszemélyek, menjenek el, nem pedig mint közhivatalnokok. És akkor visszatérve a következőkre, magyar, és ez 2012-es cikk, hogy 110 milliárdos veszteséget okoz az egészségügynek az államosítás. Tovább nem olvasom, nem is idézek belőle. Ami fontos volt még számomra, és első látásra nem tűnik az idők jeleinek, az az internetadó. Úgy tűnik, hogy ezt elnapolták és nem fogják bevezetni, de máshol a 100% a kormány gyakorlatát ismerve az eddigi tapasztalatok alapján, hogy valahol ezt be fogja hozni. És a másik, ami még fontos, és bennünket is érint, és Zsuzsikát meg Laurát közvetlenül,
az pedig az oktatási törvénynek a változása, amely azt mondja, hogy idézem a tervet, hogy a 2012-13-as tanévben még 414 ezer középiskolásból 224 ezer szakközépiskolás és 190 ezer gimnazista volt. Ám a kormány tervei szerint 2015. szeptemberétől 60-80 ezer főben maximálnák a gimnáziumba járók számát, a többieket pedig szakképzés felé orientálnák. Forrás elvonás legnagyobb vesztese a középfokú oktatás lehet. Tehát ez mondja a cikk azt is, hogy a pénz marad ugyanannyi, de a tanároknak a fizetését is ugyanebből kell fedezni, tehát a tulajdonképpen forrás elvonás történik, kevesebb pénz jut. A meghúzott költségek miatt a középiskolák lényegesen kevesebb párhuzamos osztályt indítanak majd, kevesebb diáknak lesz érettségie, és így valóra várhat Hoffmann Rózsa és Lázár János álma is. És egy szakszervezeti vezető, nem tudom már ki volt, igen, Mendrei László mondja a következőket. Egy 14 éves gyermekről nem lehet megállapítani, hogy mire lesz képes felnőttként, mondta Mendrei László. Nem lehet tiniként megbélyegezni valakit, hogy belőle diplomás lesz, vagy egy jó szakítás. Gimnáziumba jutás lehetőségét Mendrei László szerint az oktatási kormányzat azzal is tudja korlátozni, ha egységesen például 4,5-es átlaghoz kötik a gimnáziumba való bekerüléshez szükséges eredményeket. Hétfő este volt a Hír 24-ben egy hír erről, és ott került jobban a szemem elé, hogyha bevezetik ezt a dolgot, a magyar közoktatás olyan csapást fog szenvedni, amit soha nem fog kiheverni, mondta egy oktatásügyi szakértő. Nem tudom, hogy az volt-e, akitől idéztem most, vagy egy másik volt, nem emlékszem már rá. Visszatérve, talán túl tömény és hosszú is volt, amiket elmondtam, de nem biztos, hogy elsőre látjuk azt, hogy mi ennek a háttere, és miért probléma nekem ez a dolog. Szeretném ezt megosztani veletek. Ami elindította a gondolatmenetet az volt, hogy internetadó és a közoktatási adó. Látszólag ez nagyon messze van a Bibliától, és nem tudni azt, hogy ennek mi a vége. Feleségem is kérdezte azt, hogy valami nagyon egy irányba mutat, de hogy hova, azt nem tudta megmondani. És én sem tudom azt, hogy a mai kormányzat mit szeretne, de tudom azt, hogy mi van leírva a Bibliába, és ismerni kell Jelenések könyvét is ahhoz, hogy a dolgok mögé tudjunk látni. Sajnos annyira nem ismerem, hogy például Felsőnyéken vállaltam volna ebben tehát Jelenések könyvét tanulják, és hogy egy alkalmat el tudtam volna vállalni, de annyit azért látok ezekből a dolgokból, hogy ez előkészítő fázisa valaminek. Miért volt ez a sorrend a két hír között? Tehát előbb az internetadó, utána pedig a közoktatási. Hányan lázadtak föl akkor, amikor az internetadó bevezetésére került volna sor, és erről volt szó? Úgy tudom, hogy több százezres megmozdulás volt. Az emberek, mikor közvetlenül érzik a saját bőrükön, hogy valamit megvonnak tőlük, és ezt talán egy picit úgy érezték, mintha a szabadságukat is nyírbálta volna, akkor fölmutatják a Lánchídon a telefonjukat az ég felé, igaz, hogy ott csak a csillagok látják, nem pedig azok, akik meghozták a törvényeket, vagy akarták hozni. De azért mégis elég volt arra, hogy az emberek most megnyugodtak, lecsillapodtak a kedélyek, és egy olyan törvény bevezetését készítik elő, ami nem mozgat meg annyi embert,
de sokkal nagyobb a hatása. Hova vezet az, hogyha egyre kevesebb tanult ember van? Hova vezet az, hogy az emberek nem ismernek föl összefüggéseket? Hova vezet az, hogy bármit, mivel nincsenek képben, és nem látnak a dolgok mögé, mivel kevesebb ismeretük van, kevesebb logikával rendelkeznek, hogy fölismerjenek dolgokat, én úgy gondolom, hogy ez oda vezet, hogy bármit el lehet velük hitetni. Már régebben tudtam róla, de tegnap került a kezembe a következő dolog. Nem látszik a képen, de ezt is szeretném elmondani, hogy mi az, amit mutat ez a kép. Olvasom a főcímet, vagy a bevezetőt. Noam Chomsky világhírű nyelvész 10 tételben foglalta össze a hatalom tömegeket manipuláló mesterkedéseinek lényegét. Chomsky 10 parancsolata nagyon tanulságos, és mindenkinek ajánlott, aki el szeretné kerülni az agymosást. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy van egy üres szoba, egy tévé van benne, az egyik sarokban egy virág, de talán nem is mutatom tovább, hiszen úgy látszik. A tévé alatt egy polc, ami tele van újságokkal, de úgy tűnik, mintha azt az ember nem olvasná. Ül elfeküdve szinte a székben, tehát teljesen ilyen pihenő állapotban és elenyelt állapotban van. A tévéből kijön egy alak, aki a fejének a tetejét lemeli, és az agyában turkál. És még annyi talán jellemző, hogy itt mellette van egy tömény szeszes üveg. Emlékeztete ez bennünket valamire? Tehát az embereknek a fizikai és lelki kábítása. Ugye meg lett először engedve a házi pálinkának a főzése, ami kimondottan rombolja az agysejteket. A másik pedig, hogy az ember, amikor hazamegy munka után, akkor leül a tévé elé, és onnan jön az agymosás. Ja, és miért olvastam föl ezt? Azért, mert ennek az egyik pontja arról beszél, a hetedik, az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltabb, magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Én úgy gondolom, hogy ha most élne Petőfi, Kossuth vagy bármelyik forradalmár Magyarországon, akkor egyetlen egy forradalom se jött volna létre. Butítsd le az oktatás ügyet, tedd korruptá és hozd működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze. És mi az, amit a Biblia szerint szeretne elérni az a hatalom, amely nem így emberek között, hanem világméretekben szeretne működni? Egy központosított rendszert, amit csodálva követ mindenki. Természetesen lesznek olyan emberek, akik elolvassák és odafigyelnek arra, hogy mi is játszódik le a világban, odafigyelnek arra, hogy mi fog történni, mire megy ki a játék, hogy így mondjam, és azoknak a kis százaléka, ha nem tudom, hogy hova fog beállni, és ez a nagy kérdésem még. Tömegeket elhitetik, manipulálásnak az eszközeivé válnak, és utána pedig azt csinálnak velük, amit akarnak. Kisebb rész az, amelyik mondjuk tovább tudott tanulni, mélyebben lát, vagy oda jut eljut hozzájuk az információ, és le tudják vonni a megfelelő következtetéseket. Azok az emberek viszont nem biztos, hogy meg lesznek győződve arról, hogy ez így jó, de egy részük be fog állni abba a táborba, amit ez a hatalom
Én csak most a Biblia szóhasználatát idézve fennevadnak mond. Jelenések könyvéből szeretnék idézni. 13. fejezet 16. versében azt találjuk, hogy azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Akiknek a homlokukra bélyeget tesznek, azok az emberek azok, akik el vannak hitetve, akik a manipulálásnak az eszközeivé válnak, vagyis igen, akit tudnak manipulálni, akik beállnak a sorba és mennek azon az úton, amelyet Sátán kiszabott számukra. Kevés ember lesz olyan, aki fölismeri ezeket, de annak ellenére, hogy bizonyos atrocitásokat elkerüljenek, mégis beállnak ebbe a sorba, és arra vonatkozik az, hogy a kezükre. Kezüket megkötik, és akkor nem tudnak mit csinálni. Homlokuk, az agyuk azok tudja, hogy hogyan változik ez a világ, és mit nem volna szabad tenni, de a kezük meg lesz kötve, mert hagyják. Az elpecsételés, amit Isten végez, és reméljük, hogy egyre közelebb vagyunk, vagy talán már ott is vagyunk, amikor a meghalt igazakról áttérnek az élő igazakra, ott csak a homlokukra teszik. Hogy senkit erőszakkal nem fognak bevinni a mennyországba, hiszen a példázat is azt mondja, hogy nem tettünk-e nagy dolgokat a te nevedben, nem üztünk-e és nem ösztünk-e ördögöket, nem profiltáltunk-e a te nevedben. Tették a dolgukat, amit úgy gondolták, hogy a Biblia alapján tenni kell, de sajnos Isten azt mondja nekik, és itt van az, hogy csak a cselekedetek nem visznek be, hogy sohasem ismertelek titeket. Szeretni azt a sátáni hatalom, hogy egyre kevesebb, hogy ne gondolkozzunk, egyre kevesebb legyen a tárgyi tudás is, tudatlanabb legyen a nép, ne lásson át a szitán, könnyebben formálható legyen a közvélemény. Ezen a képen látszik az, hogy a tévéből kijön valaki, és a másiknak a fejében turkál. Én ide sorolom azokat a műsorokat, amiket, és teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni, és hosszúra sikerül, amelyek szerintem ezt a hatást érik el az emberekkel. Még visszatérve az internet adóra. Történelemből mit tanultunk a római korról? Mit szerettek volna az emberek? Két dolgot, cirkuszt és kenyeret. Ha van ennivalójuk, és ha van internetjük, akkor az ember megbékél azzal, ami jön utána. Csak ennyi zárója be. Tehát formálható a közvélemény, egyrészt tehát a hírek alapján, a törvények alapján, a kényszer alapján, másrészt pedig a médiák alapján, médiumok alapján, újságok, de inkább sokkal nagyobb részben a képi információk alapján, tehát a TV keresztül. Tehát ilyeneket mondok. Való világ, Big Brother, jóban, rosszban, barátok közt, éjjel-nappal Budapest, celeb vagyok, menj ki innen. Akkor vannak olyan műsorok, amelyek tulajdonképpen az embereknek nem adnak semmit. Látják azt, hogy mit lehetne csinálni, hogyan lehetne jobban csinálni, de nem jutnak hozzá azokhoz az eszközökhez, amikkel meg lehetne valósítani. Mire gondolok? Főzőműsorok. Milyen szépeket főznek, milyen jó, milyen ízletes, de én nem tudom megkóstolni. Én nem tudom megcsinálni azokat a műsorokat, de az embereknek igényeinek a betöltését ezekkel a műsorokkal próbálják valahogy kielégíteni. Halatortán, vacsoracsata, pokolkonyhája Gordon Ramsay-vel, sütő és főzőversenyek itthonról és külföldről, és ezek most szaporodtak el még jobban. Az ember drukkol nekik, ugye, akik ott vannak előttük,
akik nézik a műsort, hogy ez vagy az, vagy mit csinál, hogy csinál, én hogy csináltam volna, és ezzel mi történik? Az agyi kapacitások erre a silány témára van lekötve. Ide sorolnám még a tehetségkutató műsorokat, és ugyanez a helyzet, mint ami a főzőműsoroknál. Drukkolunk nekik, sikerüljön, kinehessen, bennmaradjon, szavazok rá, egyebek. A Csillag születik, X-faktor, énekiskolája, a dal az Eurovíziós Fesztivál, Megasztár, meg hát még mindent lehetne tovább mondani. Internetadóval pedig azt lehetne megnehezíteni, hogy külföldről, akik tudnak németül, angolul, ne juthassanak hozzá olyan információkhoz, amelyek igazak, inkább csak olyanokhoz, amelyek meg vannak szűrve, és másképpen gondolkoztatják az embereket. És úgy gondolom, hogy a mostani helyzetben ez a két fontos megnyilvánulása volt a mai magyar társadalomnak. Tehát egyrészt az internetadó, másrészt a közoktatási reform, amit én teljes mértékben ide tudok sorolni az idők jeleinek, hogy ez mit készít elő az emberekben, és milyen változásokat tud benne elindítani. Hogyan érintettek benneteket ezek a hírek? Hol van-e bennetek fölháborodás, amikor látjátok azt, hogy nem tanulhat ez vagy az tovább? Vagy hogy teljes mértékben igazságtalanság történik? És nem kell messzire mennünk, csak itt a siófoki önkormányzati választások, vagy ami utána következik. Én csak hallottam róla. Hogyan érintenek bennünk ezek a hírek? Némelyik felháborodást okoz, másokat talán elfogadjuk, hogy ezek vannak, és nem tudunk mit csinálni. Ez van a proficiákban, talán csodálkozunk, meghükkenünk, stb. Mit tehetnénk akkor? Most ezek, amik történtek, ezek, ha jól megnézzük a Bibliát, ezek tulajdonképpen benne vannak, hogy létrejönnek, de azok nem lehet, hogy egyik napról a másikra bevezetni, hiszen mindenki föllázadna. Ezt szép óvatosan kell rávezetni az embereket arra, hogy mindig egy kicsit adagolni nekik a rosszból. Ne vegyék észre a változásoknak az irányát, és hogy mire megy ki a játék, hanem úgy elfogadják ezeket a dolgokat, és belopódzon az életükbe. Mi a végső cél? Jelenések könyve 13. fejezet, 3. verse azt mondja, és láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebben meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Ez a cél. Ahhoz, hogy az emberek csodálva kövessenek valamit, alacsony értelmi színvonalon kell tartani őket. Ez tény. Akit érdekel, annak szívesen megmutatom, vagy oda is adom, vagy átküldöm e-mailben ezt a 10 parancsolatot, amit fölismert ez a tudós, ez a nyelvész, hogy hogyan lehet tömegeket manipulálni és arra vezetni, amerre ők akarják. Ki van mindezek mögött? Azt hiszem, hogy nem kell kimondanom Sátánnak a nevét. És mit tettünk ez ellen? Semmit. De. Én úgy gondolom, hogy mégis valamit lehet tenni, tehát maga a világméretű folyamatokat nem lehet leállítani, de vannak emberek, akiket meg lehetne menteni. Vannak emberek, akik talán másképpen gondolkoznak. És tegnap este még rákukkantottam a postaládámra, és találtam egy olyan levelet, amelynek az a címe, az egyik ilyen cikk, hogy kinek pihenő nap a vasárnap. És ez a cikk arról szól,
hogy eredetileg szombat volt a vasárnap, és eljut odáig, hogy van, aki a szombatot tartja azóta is. Érdekes cikk, érdemes elolvasni. Lehet, hogy ebből kellene inkább többet elolvasni, hogy lássátok azt, hogy ahogy a jelenések könyve mondja, vagy a Bibliában olvasuk, hogy vannak juhaim más akolban is. Hogy ezek az emberek, nem tudom, hogy tulajdonképpen kicsoda volt, Péter Annának hívják, aki írta a cikket, hogy azért látja az éremnek a másik oldalát is. És én arra a következtetésre jutottam, és az az ötletem támadt, hogyha a pápai irányvonalnak, tehát a katolikus irányvonalnak Magyarország és Lengyelország a mintaállama, tehát itt szeretné megvalósítani, akkor miért nem lehetne az ellenállást is mintaként bemutatni másoknak, hogy ezt hogyan lehet közömbösíteni, vagy hogyan lehet ezt lerombolni másokban, akikkel kapcsolatba tudunk jutni. Ha a pápának Lengyelország és Magyarország a mintaállama, akkor legyen ugyanez a Bibliában hívő embereknek is. Itt az alkalom, hogy bemutathassuk a világnak a több és a többi hívő embernek, hogy hogyan kell ezeket felépíteni és működtetni. Tehát azt, hogy hogyan lehet megkeresni embereket, hogyan és milyen gondolatmenettel lehet elmagyarázni azt, hogy ahova tart a világ, az a rosszabbik pólus. Nem kellene ezt elszigetelten tenni, hiszem, hogy a lengyel testvéreink is felbuzdulnak az őket körülvevő idők jelei láttán. Tehát én az a másik ötletem, hogy megkeresni azokat az embereket, testvéreket, akik hasonlóképpen látják azt, hogy az ottani államszervezet hogyan szolgálja ki az egyházi érdekeket. Biztosan ők is látják és észreveszik az idők jeleit, és ha az ismereteinket, tapasztalatinkat kicserélnénk, tehát mint közösségek, akkor segítenénk egymást abban, hogy mit lehetne tenni. Természetesen Isten nem kizárva ebből, és az ő tanácsát kérve. Ezek az események az irányba hatnak, hogy minél rosszabb legyen, és még van egy olyan tény, amit nem is említettem, de igen, az egészségügy, hogy az oktatás és az egészségügy az, amit ha leépítenek egy államon belül, akkor az emberek nem fogják látni azt, hogy mi hova vezet, és meg fognak hamarabb betegedni, és elpusztulnak, meghalnak. Jelenések könyve újból, kereskednek emberek lelkei. Nem ez történik, most visszatérve erre. Ellen White arról beszél, hogy az Istenben hívő embereknek, akik követik a bárányt, ahová megy, két dologban kellene az evangélium hirdetés mellett föllépniük. Az egyik, hogy iskolákat kellene létesíteni. Az állam megteremti a mostani intézkedésekkel azt az igényt, hogy a gyerekeinknek legyen hol tanulniuk. A másik az egészségügy, amit Ellen White úgy mond, hogy az evangélium támasza az egészségügy. Mi történik, hogyha összeomlik itt az egészségügy? Nincs ellátás csak azoknak, akik tudnak érte fizetni, és nem tartozunk a milliómosok közé, ezért megelőzve azt a természetes gyógymódok meg egyéb gyógyító dolgokat kellene tanulmányozni és egyre jobban kizárni a kémiai gyógyszereket, amennyire csak lehet. Bemutatni, hogy hogyan lehet megőrizni és vagy visszaszerezni a gondolkozás tudományát. Szolnitner Károly erről beszélt az elmúlt időszakban,
hogy még visszafordítható, és oda lehet figyelni arra, hogy az agyunkat frissen tudjuk tartani. A Biblia is ugyanezt támogatja, azt mondja, legyetek mértékletesek és józanok. A mértéktelenség is oda vezet sokszor, mint az alkoholfogyasztás, vagy bármilyen más tudatmódosítószer. Hogyha jól beébédelünk, akkor nem biztos, hogy olyan feladatokat meg tudunk oldani, amit máskor játszik könnyedséggel. Ímé az ajtó előtt, és állok és zörgetek, mondja Jézus mindannyiunknak, és valóban ott van az ajtó előtt, és szeretni azt, hogy mindannyiunk megnyissa ő előtte. Nincs idő, én így jöttem vakarózni, hogy mit csináljunk, valahogy ezen tovább kellene jutnunk, nincs idő kivárni a kedvező alkalmat, mert az alkalma az egyre rosszabb és rosszabb lesz. Fel kell venni a kesztyűt, sőt a harci öltözetet, amely az ellenség, mert az ellenség nem hagy nyugtot, és a legkisebb részt is kihasználja. Én tudom azt, hogy Isten is eddig hordozott mindannyiunkat a tenyerén, és tudom azt, hogy eddig is jó néhányan már bögyébe voltunk, hogy így mondjam, és ha visszagondolunk néhány embernek az életére, hogy milyen balesetek történtek, ahol nagyon könnyen elveszthette volna az életét, és hajszál hiány menekültek meg csak emberek. Én úgy látom, hogy ezek az események is azért történnek, mert Sátán keresse, hogy kit hogyan tudjon elnyelni. És azt is fölmerem vállalni, hogy ez nem tetszik, amiket most elmondtam Sátánnak, és elképzelhető az is, hogy bennünket támadás fog érni azért, mert ezek elhangoznak. Vagy elhangoznak nem csak itt, hanem szélesebb körben is, és akik megnézik az advent videóban ezt a gondolatmenetet, tovább fog terjedni, és föl lehet készülni arra, hogy Sátánnak a támadásai jönnek. Én úgy gondolom, hogy ha látjuk azt, hogy mi történik, és mifelé tart a világ, itt nem lehet más egy hívő embernek a választása, mint azt, hogy éljen ezekre a dolgokra, hogy nem. Fölírtam még azt is ötletként, hogy például aki írta a cikket, hogy kinek pihenőnap a vasárnap, például ilyen emberekkel föl lehet növenni a kapcsolatot is, és megkérdezni őket, mert ők csak az ortodox zsidókról írnak, és szerintem rólunk szombatünneplőkről nem, hogy mi is létezünk vagyunk, és lehet, hogy másmilyen megvilágításban tudnánk eléjük tárni azokat, amikről sejtik, hogy mik történnek, hogy annak mi a végcélja. Nem tudom, hogy mit lehetne még mondani, hogy felébredjünk és fellelkesedjünk az idő közelségét látva. Lukács evangéliuma 12. fejezetéből szeretnék olvasni, és ezekkel a gondolatokkal szeretném lezárni a mai együtt gondolkozásunkat. És szerettem volna rávilágítani arra, hogy az idők nagyon komolyak, nagyon közel van Jézus, tényleg az ajtó előtt áll és kopogtat, és bármelyik pillanatban beléphet, és itt lehet ezen a világon. Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, akit az Úr gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgálólányokat, és enni és inni a részegesekedni, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és
a hitetlenek sorsára juttatja, ími az ajtó előtt álló kézzörgetek. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen, bizony, jövel Uram Jézus. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. És mond az, aki a király széken ül, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Ti azért szereteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadhatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség most és mindörökké. Amen.